Mai vendégem Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszönöm én is Önt, és köszöntöm a televízió nézőket. Örülök a meghívásnak. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ami talán Önnel összeköthető, és ugye a Felkomban is elhangzott, főigazgatóként végzi napi feladatait itt a kórházban. A kórház töretlenül fejlődik, talán mondhatjuk ezt. Nézzük az elmúlt időszakot, mik történtek a kórházban? Hát nagyon sok minden, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Talán az elmúlt 5 évet, illetve hát 2012. május 1-jét elkezdeném, amikor is a kórház állami fenntartásba került, korábban önkormányzati fenntartásban volt. És hát a korábbi időszakban elkezdődött rekonstrukciók, amik alapvetően a fenntartónak, Karcagváros önkormányzatának köszönhetők, és a kitartó pályázati időszaknak, mert azért 1999-ig egyetlen egy pályázatot nem sikerült elnyerni, majd 99-ben kezdődött meg az első rekonstrukció egy 2 milliárdos címzett támogatással, és ez folytatódott egészen 2012-ig. 3 ütemben valósult meg gyakorlatilag az infrastruktúra, a mosoda, a konyha, a liftek, a kazánok felújítását követően a hotelszárny megújult. Sokkal barátságosabb, kisebb kórtermek kerültek kialakításra, de ugyanakkor mindegyik 10-es blokkal ellátott, és hát megújult maga a küllemében is a főépület. Ami megmaradt, az megmaradt 12-től, azon túl, hogy egy új szakmával, a komputertomográfval bővült a ellátási lehetőségünk. Ami megmaradt, az a volt, régen így hívták, a volt pszichiátriai épületrész. Ennek a felújítása még váratott magára. Erre is adtunk be egy pályázatot 2011-ben, és végül 2015-ben átadhattuk az új rehabilitációs épületrészt, ahová átköltöztethetett a mozgásszervi rehabilitáció és a pszichiátriai rehabilitáció. Így viszont megürült a volt fertőző épületrész, és az váratott magára még egy kicsit, ahol ezt követően 2016-ban egy sikeres magyar kormány által támogatott, és nem uniós, azért hangsúlyozom, pályázat következményeként, vagy eredményeként létrejöhetett egy új felújított tápolási részleg, már nem 24 ágyal, hanem 44 ágyal, és így a krónikus belgyógyászati osztályunk ágyszáma csökkent ugyan 60 ágyról 40 ágyra, de úgy gondolom, hogy azok az új körülmények, azok az uniós elvárásnak megfelelő betegellátás, ápolás ma már Karcagon teljes mértékben megoldott. Ami hátra van még, és nagyon sok minden fejlesztést említhetnék, hiszen 2016 áprilisában megkaptuk a Kunhegyesi ápolási osztályt és a járóbeteg részt, ahol szülészetnél gyógyászat és onkológiai ellátás folyik. Ez az épület is egy elalakú épület, és 2 ütemben tudtuk megvalósítani a felújítását. Azért el kell, hogy mondjam, hogy a ápolási résznek a átadása 2018. júniusában, és hát a járóbeteg résznek az átadása idén májusban megvalósulhatott. Tehát azért ez nagyon nem húzódott szét több évtizedre, és ez alapvetően annak köszönhető, hogy a magyar kormány az egészségügyi fejlesztéseket, felújításokat támogatja, és az ellátási kötelezettségünkbe tartozó önkormányzatok úgy, Kunhegyes, Tomaj Monostor, Komma, Daras, Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, és sorolhatnám még, mert 21 település tartozik ebbe a körbe. Ezek az önkormányzatok is támogatják a elképzeléseinket és a fejlesztéseinket. Ami még talán nagyon fontos, hogy ugye most már patikát is üzemeltetnek. Így van. Akkor, amikor mi beadtuk a ápolási osztályra a fejlesztésre a pályázati lehetőséget, ez egy rövidített, mivel mondom, AEK, ne a KEM is, tehát a középirányító szerv, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a finanszírozó szerv, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a fenntartónk, 12. májusától az Emberi Erőforrások Minisztériuma adott erre pályázati lehetőséget 2016. novemberében, akkor a Kunhegyesi Ápolási Osztály mellett egy második alpályázatként
megpályáztuk a közforgalmi gyógyszertárnak a létrehozását és kialakítását is, meglévő épület résznek az átalakításával. Ez egy régi vágyam, ha már lehet réginek mondani a pályafutásomat a cintézményben, ami 2013. májusában kezdődött. Akkor első pillanattól úgy gondoltam, hogy szükséges az mind a betegek részére, mind a hozzátartozók részére, és nem utolsó sorban a dolgozók részére is, hogy akár a munkaidőben lemennek, és ki tudják váltani a számukra, vagy hozzátartozóik számára szükséges gyógyszer, egy gyógyászati segédeszköz is van, arra is van lehetőség az intézményben. Tehát, hogy mindent ott rögtön a szakellátást követően ki tudják váltani a recepteket. Ezt igénylik is, és egyre jobban látszik azért a felfutása. A saját bevételeinket növeli, nyilván ez is volt egy cél, hiszen közgazdász az alapszakmám. Azt kell, hogy mondjam, hogy 50 millió forintos éves saját bevétellel vettem át az intézmény 2013-ban, a tavalyi évben már 150 millió forint volt, tehát megháromszoroztuk a saját bevételünket. Ez alapvetően a közforgalmú gyógyszertárnak köszönhető, illetve az ápolási osztályon az ágyszám növekedésnek. Alapvetően infrastruktúrális fejlesztésekről beszélgettünk az elmúlt időszakban, de nagyon fontos az osztályok, akár műszerek fejlesztéséről is beszélni, hogy ott itt is történt előrelépés. Így van, 2013-ban összeírtam, hogy milyen eszközökre lenne szükség. Ezek részben új eszközök, részben meglévő eszközök, elamortizálódott eszközöknek a cseréje volt. Ezt minden osztályon végigjártam saját magam, személyesen, és beadtunk egy közel 700 milliós pályázatot, egy uniós pályázatot, ami akkor a költségvetés hiánya miatt, illetve amiatt, hogy erre nem volt elegendő forrás, nagyon sok pályázat érkezett be, befogadásra került, egy tartaléklistára helyezték, és majd 2015-ben, amikor tudtak ehhez forrás biztosítani, akkor megkaptuk, és 2015-ben a beszerzés megvalósult augusztus és december között, nagyon gyorsan. Ebben a takarító kocsiktól kezdődően a műtőkben elhelyezett beöltöző ruha adagolókig, mindenfajta eszköz, orvosi műszerekig, EKG, ultrahang eszköz, mindenfajta eszköz volt benne. Úgy gondolom, hogy ma is nagyon hasznos, akár a szülőszobán is, tényleg ott most már sokan tudják, akik nem, azoknak mondom, hogy lehetőség van ugye nyilván az édesapának bent tartózkodni a sima szülésnél, és ezt követően az úgynevezett aranyórára is, amikor is a apuka mellkasára helyezik a gyermeket, az újszülöttet, és azt átélheti az édesapa is ezt az első pár percet, fél órát. Nyilván ehhez be kell öltözni, és többek között ezt a ruházatot is biztosítja ez az adagoló készülék. Ugye a Családbarát Kórházról beszélünk, mind az Arany Óra program miatt, mind pedig a Baba-Mama szállás miatt, ami azért egyedülálló itt a térségben. Így van, nem csak hogy a térségben, hanem mondhatom, hogy országosan. Azért a Betesda gyermekkórházhoz képest a Karcagi Kátai Gábor kórház egy 20 ágyas gyermekosztállyal rendelkezik, de annak idején erre is sikeresen pályáztunk 2015-ben az anyaszállás, inkább úgy mondom szülői szállás kialakítására, mert hogy három kórteremből a 9. emeleten sikerült kialakítani közvetlenül a gyermekosztály mellett anyaszállást, egy 7 ágyas anyaszállás PD-vel, hűtőszekrényel, mikróval, tehát apartman jelleggel, és azért is jó, hogy három kórteremben, mert pontosan nem kell koedukáltan elfoglalni a szülők, de nyilván van az a helyzet, amikor vagy az édesapa, vagy a nagyapa tud bent lenni a gyermekkel a kórházban, mert ugye a szülők aktív korúak és dolgoznak, és ezt is meg tudjuk oldani, mert elkülönítve tudjuk őket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a munkájához. Nagyon szépen köszönöm.